Nos hát, végeztem ugye ezzel a pókveremmel, és most próbálnám elhagyni ezt a elpusztított falut. Itt valaki rohangál. Mentsd meg az ördög fiókát. Miért kell azt megmenteni? Szóval itt valami nagy izé van. Ja, hogy kikötözték ide? Jaj, szegény! Itt valami nagy hepaj van, ezek itt partiznak, nem értettem. Miért? Azért, mert valakit oda kötöztek. Hát az vicces lesz, ha megtöröm a partijukat, mert akkor mérgesek lesznek. Majd mindjárt jó pofán váglak, hülye gyerek. Szegény, mit szivatjátok? Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for rights. És te félsz, kis gyökér állat, mindjárt fölkötözlek. Ja, Istenem, eddig nem nyírtam ki a fajtátokat, de ez még változhat. Nagyon kemény gyerek vagy. Ugye lecsavarom a füledet. Because it makes me laugh. mi kevésbé találjuk ezt viccesnek. Na. Jó, hát. You want this little cave lurking, what's it? Nyilván gondolom, hogy megint megpróbáltam kinyomagyarázni magam. He's ours! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Melyikbe vagyok jobb? Azt hiszem a meggyőzés talán. Vagy ebbe? Bölcsesség, meggyőzés. Nem emlékszem soha, hogy melyikre van. Hát erre 2 bónusz van, és 15-öt kell dobni, úgyhogy ez nem lesz meg. De! Kritikus siker, írd már ki egyszer nekem, légy szíves. Na jó ötlet, engedd el, azt húzzál innen, hogy leszedem a fejed. Ain't we supposed to bring him to... I said we're leaving! There's plenty of sport and rich pickings out there for us! Ez az, húzzatok el innen. De egyébként lehet ezt az összeset ki kellett volna írtani. Elég sok XP-t kaptam volna érte. Nem tudom, miért vagyok én ilyen barátságos, nem kéne ilyennek lennem. Ott birkát is kinyírtak ezek a szemetek. És ezt hogy szedem le innen, ezt a nyomit? Szegény. Még mindig pörög. Ezt el kéne találnom, vagy mi? Hát lehet. Hát bent megpróbáljuk a malomba megállítani ezt valahogy. Na szegény. Nem tetszik neki, hogy lezúzták azt a szobrot. We should keep moving. You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. Mondja, hogy mindenki tele van mindenféle sötét titokkal. Na, hogy tudom ezt megállítani? Fékkar. Mondjuk lehet, hogy azzal. Ja, csak mondjuk nem mindegy, hogy hol állítom meg. Lehet, hogy a legtetején van szegény. What's going on back there? Go check it out! Right away! Na mégiscsak ki kell nyírnom titeket? Szóljatok nyugodtan és örömmel. Most már nagyon jó lenne egy kereskedő, mert megint olyan szinten tele van az inventory, hogy elképesztő. Na, leszedjük ezt a szegénykét. Ja, konkrétan túl vagyok terhelve, úgyhogy megint szét kell osztani a szajrét. Azon vagyok, te! Azért mondjuk lehet, hogy egy kis bónusz nem érdekelne. Ja,
Na, mit kapunk? Elszaladsz mi? Szegény. Mióta forogtál itt? 2 napja? Get on with it. You saved me, now you'll extort me. That's how this works, yes? Szegény. Képbe vagy ám, hogy működik a világ. My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully, I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Egészen fantáziadús a srác. A nép hőse. Na, ezek jók ezek, amiket itt elérünk igazából. Különböző karakterek érik ezt el. Sarlatán ez ugye a 2. Ő lett a néphőse. Menj meg a grómot. Szélhámos. Szélmalom sorsától. Ez is érdekes. Hát akkor gondolom ez ezeknek a részfeladata, vagy a részküldetése azért kerül hozzájuk. Mert hogy velük kapcsolatos küldetés lehetett talán, és akkor kioldunk náluk valami kis feature-t. Jó, hát akkor legalább ez megvan. Ez nem tudom, hogy kerültünk ide igazából, mert ez nem annyira volt betervezve. Na, ezt még meg kell nézni, és hát akkor ezek már elég közel vannak, ezt kell majd végigjárnom, és aztán megyek visszafelé. No hát, kezdek idegbajt kapni. Volt egy küldetésem, hogy kutassam át a pincét, vagy találjam meg a pincét, vagy legyen meg a pince, és itt rohanok már fél órája, ez eléggé pincének tűnik, és már dühöbben elkezdtem szétlőni mindent, a polcokat lelőttem a falról, meg mindent, és hát úgy látszik ez volt a kifizetődő, mert szétlőttem itt pár ládát, és itt egy kar. Nagyon remélem, hogy ezt csinálni fog valamit. Ó, igen. Ez gyanús is volt egyébként, mert mindegyiken szokott lenni aktív rész, ez teljesen passzív volt. Ez a cucc. Na hát ez remek, ez kinyílt és vissza is csukódott. Boldog vagyok. De most miért? Ez most itt bugos, vagy mi az Isten? Hú, ez elég érdekes. Jó, hát egy-két ember átjutott, akkor azt gondolom úgy kéne csinálni, hogy állott valaki meghúzza a kart, a másik meg átjön. Jó, mindegy, elvileg annyi, hogy föl kell nekem szednem itt a ritka növényeket. Ja, de átjött a többi is, átteleportáltak a falon. Király. Jó, azért mentsünk egyet, hát ha lesz itt valami űrvarangy. Na mindegy, lényeg az, hogy azért vannak itt szerencsére ilyen logikai fejtörők. Jaj, de szép. Ezek micsodák? Koporsók. Szuper barátságos. De arany! Hát szia! Ki a szar vagy te? Ja, hogy ez így? Aha, értem. De jó, hogy mentettünk. Szerintem hívjatok még 400 barátot. Figyeljetek, az utóbbi ilyen pókharc után annyira azért nem ijedek meg tőletek. Ez teljesen hülye. Hányan vagytok? Na, meglepődtél mi? Gyökér. Jó. Hát azért vagytok elegen bakker. Erről nem volt szó.
Elbújt az a kis gyöki el. Az ezek már eléggé taktikáznak, tehát fogja magát, ezt elbújik. Na várjá. Van olyan, amelyik lefegyverzi. Azt még olyan nagyon nem is próbáltam ki. Mondjuk azt kéne lefegyverezni, aki távolsági fegyverrel rendelkezik, de próbálhatunk egy ilyet is, de mindegyikre csak 50%. Miért? Na jó, mindegy, ezeket is gyorsan legyakom. Ez nem két pillanat. Na, lezúztam ez az összes kis nyomit. Hát az összességében sem volt olyan nagyon könnyű, mert sokan voltak. Igazából nem voltak annyira erősek, de elég sokan voltak. Itt körbejártam, összeszedtem mindent, és találtam egy-két könyvet, és akkor az volt itt a duma, hogy ez nem is csak egy ilyen alkimista volt ez a fickó, hanem valami nekromanta, és hogy valaminek a megszállottja volt. Hát nyilván akkor itt a... Húha. Gondolom a... Micsoda? Illonatót? aha, akkor még jó, hogy elolvastam a könyvet. Hova? Akkor most kinyírsz? Abszolút az vagyok. Abszolút az vagyok. Ó, de jó. Hú, remélem mentettem. Mentődobás sikertelen, szuper. Hát akkor valószínűleg nem lesz itt a jó válasz. Hát persze, egy rossz válasz. Igen, az mit jelent? Next time's the charm? Mit uszítasz rám? Jézus Mária! Ja! Csak egy ilyet? Köszönjük a lehetőséget! Na, azt csak egy utólag vettem észre, hogy hát nem az összes, de nagyon sok ilyen koporsó felett volt ilyen cseppkő-szerű képződmény, amiket így le tudok lőni. És nyilván, ha ezt azelőtt teszem meg, mielőtt ezek a rohadékok kiszállnak a koporsóból, akkor nyilván nem száll ki a koporsóból. De most már mindegy. Így jártunk, megküzdöttünk velük hősiesen. Na nézzük akkor a második kört. Ezeket sajnos nem tudom így elfogadni. You remember stories of Zastam, a powerful lich in Thay who made deals with dark gods. You are no Zolkir. Tell me, why might one accept if you could see anything in me, what would it be? You seek to survive. You seek power. Be welcome. Na, sikerült megbeszélnem a tükörrel a történetet. Megint valamit kinyitottunk. Tükörmester. És ez ad is az egyébként valamit, vagy inspiráló események? Jó. Most annyira szét van inspirálva az agyunk, hogy teljes mértékben inspiráltak, hogy úristen, még ekkora terület van itt. Azt hittem, itt már csak valami kis szoba lesz, de eléggé nem. Jó, hát most már borzalmasan vissza kéne mennem kereskedőhöz. Itt még ezt megpróbálom átnézni, és aztán már tényleg megyek, mert már majdnem mindegyik karakterem tele van. Itt azért még biztos meg fog támadni valami szörny. Ez mi egy ilyen bálna csont, mint az állatkertben? Hát hasonló. Tőlünk lopták az ötletet. Ó, itt van valami szép láda. Jó, mindent átkutatok. Szokás szerint. Rózsdás kapu. Ó, te csapda, ne menj bele, te hülye! Ó, Istenem. Frásztozod rám. Megint, ha egyet dobok, akkor nem sikerül. Na jó, még ilyenkor általában egyet szoktam dobni.
Ja, akkor egy csapdával kevesebb. Na jó, szóval körbenézek. Na, átkutattam mindent itt lent, és túl sok mindent nem találtam, viszont itt van egy szoba. Veled se akarok beszélni. És itt mintha lenne egy kar, szintén a falon. Itt nem kellett semmit szétlőnöm, ez csak úgy látszódott. Most már ez egy kicsit ilyen Neverending Story kezd lenni ez a küldetés. Ez egy ilyen mellékszálnak tűnt, hogy lejövök, felszedek három izét, kankalint, azt kész, de nem. Tehát ez csak egy ilyen szityek-szutyok melléküldetés órákig tart. Aha, hogy most visszajutottam oda, ahonnan indultam. Akkor most ez véget ért, vagy még mindig nem ért véget? Nem, még mindig nem ért véget. Szuper király! Hát akkor ez lényegében most csak egy átjáró, ami kicsit megkönnyíti az oda-vissza közlekedésemet, viszont ez a könyv ez továbbra sincs meg. Amit ez a Boli keresett, vagy megvolt neki. Itt volt egy ilyen boncasztal kb. Itt is volt egy-két könyv, elolvastam, megnéztem. Hát akkor itt még mindig el van valami rejtve. Nagyon nem bízzák a véletlenre ezt a dolgot. Na visszajöttem, és ugye itt volt a végén ez a vaskapu. És itt szerencsére érzékeltük, hogy csapda van. Ez a tűzköpő, gondolom, hogy kicsit leégetné az arcomat. Mondjuk vízköpőnek írják, de meglepődnék, ha vizet köpne. Úgyhogy, hát nyilván ezt megint hatástalanítani kéne, ezt a csapdát. Kérdés, hogy szokásos 10-et kell dobnom. 8 pluszom van. Oké. Ez eléggé sikerült. És akkor elvileg fölvehetem végre ezt a varázskönyvet. De szép. Valahol találtam már egy kulcsot. Nem biztos, hogy ehhez tartozik, de nem olyan rég itt valahol volt egy kulcs. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. A cursed book. How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. Hát jó, lehet, hogy le kéne tenni ezt a könyvet. Olyan jó, hogy mindenkinek van róla véleménye, ne okoskodjatok már. Hát nem tudom. Na kész, végünk van. Megidéztünk egy csomó élő halottat. Jön ki az órából a fika. The book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Filling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. No. Meg fogok dögleni. Majd mindjárt kiderül. The symbols dart beneath your eyes, warping and twisting. Your head throbs, but you almost understand. Hát ez nagyon vicces. És ha egyetlen egyet elrontok, akkor végem. Na, ezt még megúsztam. Gondolom a következőnél már 20-at kell dobni a 20-as kockába. You can only see those glyphs, only hear those voices. You feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer. Na jó, most már mind a két irányba csak mentődobással tudok. Ja, Istenem. 20-at kell dobni. Szuper vicces! Nos, beszippant a könyv és letépi a fejem.
The glyph screams, searing your mind. You feel lost, tossed in a sea of arcane power you can neither control nor comprehend. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you, you should never have known. Na most mi történt velünk? Ez kifejezett kellemes könyv. Szerintem olvassuk el újra. Na kiválasztottam még egy kis bónuszt hozzá, meg 87-szer újra töltöttem, és sikerült megdobni a 20-at. Úgyhogy most elvileg lenyeli a könyv a fejemet. Your future thrumming with power. Ezt lehet, hogy nem kellett volna megnézni. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you, you should never have known. No jó, mindegy. Hát ez lehet, hogy később még baj lesz, hogy ezt megnéztük. Jújjúj, meg vagyunk átkozva. Jó, nem. Ez csak ez az izé, amit rám kosztoltak. Jó, hát vegyük fel. Ha már végigolvastuk. És akkor most már végre történt változás? Pusztítsd el az ősi könyvet. Akkor szerintem visszatöltjük azt, hogy nem olvastam el. All you have to do is strike. Na, hát hogy verjük szét? Oké, ledobtuk a könyvet, de hova? De most tényleg, hova tűnt ez a könyv? Bekerült az inventorimba esetleg? Ez volna az. Itt van. Jó, hát akkor kijövünk ide. És földhöz vágjuk. Hogy lehet ezt elpusztítani? Kicsit menjünk arrébb, hát a fölrobban. Aha. Erre elég immun is. Erre is. Tök akkor kb. Mindenre immun is. Van nekünk valami speckó. Várjál ilyen. Erre nem volt immun is. Na, hát akkor. Elpusztítottuk. Milyen csatát kezdjünk el? Ne szíves már! Ki jött belőle a szupergonosz? Azt a büdös élet. Nem állok túl távol tőle, az a baj. És itt kit kell sebezni, azt lehet tudni. Aha, ilyen ködlények. Ó, de finom. Hát ezt nem tudtam, mi hiányzik. Na, sikerült kinyírnom ezt a három rohadt ködlényt. De a lootolni nem nagyon enged, itt az egyik. Elvileg valahol itt a másik, és már nem tudom, hol a harmadik. Aztán ennyi a történet. Azt mondja, hogy küldetés lezárva, pusztítsd el az ősi könyvet, befejezett, ilyen hurrá, micsoda megkönnyebbülés, jó lett volna még megkönnyebbülni egy rohadt nagy bónusszal. A könyv és a titkai meg semmisültek. Hát, jó, így jártunk.